Sziasztok! Augusztus 17-e van, és ma voltunk vásárolni, vettünk pár dolgot. Most jelent meg a Lidl-nek ez az új kínálata, ugye? És abban láttuk, hogy van egy ilyen kontakt grill, és most ilyen életmódváltásban vagyunk, és ezt azért vettük, mert igazából ugye ez akár pirítósként is tud működni, meg hogy így megsütünk benne ilyen zöldségeket, paradicsomot, akkor csirkehúst, tehát ezt kipróbáljuk. Úgyhogy hát ha csinálok egy kaját ezzel, akkor azt majd levideózom nektek, úgyhogy ez egy nagyon aranyos, ez 10 000 forint volt a Lidl-be, volt komolyabb is, de gondolom, hogy ennyi elég nekünk. Tehát ezt vettük a Lidl-be, aztán ott más nem is vettünk, mert rengetegen voltak, tehát nem tudom, elözönlötték az emberek ezt a siófoki Lidl-t. Aztán utána elmentünk még Siófokra, ott vettünk egy boltba ilyen kiskanalat, kávés kiskanalat, mert az elfogyott. És aztán pedig elmentünk az Aldiba, úgyhogy ott vettünk meg mindent, ami szükséges az életmód változáshoz, vagy váltáshoz, és ebben a férjem is részt vesz, képzeljétek el, úgyhogy most már nincsenek ilyen péksütik, meg ilyenek, hanem megpróbálja ő is, hogy kicsit egészségesebben enni. Na, vettünk egy ilyet, ez ilyen szellemi táplálék, ugye a nőklapja, ez a legújabb. Aztán vettünk egy dinnyét, aminek volt egy ilyen jó nagy sárga alja. Ez azt jelenti, hogy sokat volt a földön, tehát valószínű, hogy sütötte a nap és elég édes. Aztán vettünk tojást, az elég fontos, abból is egy ilyen dobozzal. Na, és akkor most jönnek a mirelit termékek. Ha nem, először mondjuk az ilyen zöldség gyümölcsöket. Tehát vettem paradicsomot, az elég jól le volt értékelve, valami 400-valahány forint a kilója. Akkor vettem fogácsa, barackot. Ez hát nem a legszebb volt, de legalább azonnal lehető, nem az a kőkemény. Akkor van itt ilyen piros paprika, ez nem pritamin, hanem ez a, nem is tudom ennek mi a hivatalos neve, de ez nem pritamin, hanem első osztályú Palermo paprika, és ez egy magyar termék, ez a Palermo paprika, ilyen jó nagy. Aztán vettünk görög krémjoghurt, natur, egy ilyen is kell, mert lesz olyan 10 órai, hogy görög joghurtba kell mondjuk egy gyümölcsöket belerakni, például áfonyát, vagy meggyet, hát ami van, de áfonyát, azt lettünk muszkos Siófokon, az le van fagyasztva. Van sima zöld paprika, ami sárga. Azon kívül vettem cukkinit, mert ezt akár grillezni is lehet, vagy tudok belőle csinálni ezt a cukkini spagettit, és az is egy jó kis kaja. Aztán vettem light mozzarella sajtot, kettő ilyen, ebben nem azok a picik vannak, hanem az egy darab ilyen nagy, de azért vettem kettőt, hogy nekem is jusson, meg a férjemnek is. Aztán vettem még egy picike kis salátát, ilyen friss salátát, mosott salátát, csak az van, hogy még van a hűtőmbe, és ezeket ugye meg kell viszonylag hamar enni, mert tönkre mennek az állásba. És akkor most jövünk a még több cucc. Tehát van itt egy ilyen bőrös lazac filé, egyik nap ez lesz az ebéd, azt hiszem ilyen párolt zöldséggel, meg talán barna rizssel. Tehát ez lesz az egyik ebéd, aztán hát a párolt zöldségeknek való az mindenképpen kell. Van nekünk az Aldiba egy ilyet, ez nagyon puszta.
Azon kívül van egy mexikói zöldségkeverék, ezt is mindjárt berakom a fagyasztóba. Vettünk tejet, bár azt olvastam, hogy ilyen növényi tejet kell inni, de azért ennyire nem esünk túlzásra, mert csak szinte a kávéba iszunk, vagy rakunk tejet, tehát nem olyan életbevágó. Azon kívül vettem egy kis fagyasztott megyet, mert az igazi megyet azt itt lekéstük, sajnos. Aztán vettem egy ilyen lájtos edámi sajtot, szeletet, sajt, és akkor van, hogy egyik nap marhahús, úgyhogy vettem egy doboz darált marhahúsit, és ezek mindegyik zöldségekkel vannak fogyasztva, vagy bulgur, vagy barnarizs, vagy ilyen egészséges pürettel, és abból is viszonylag kevés. Kirkemelsonka, abból három zacskó lett véve, és na, amihez ugyan nekiállok, az csirkemell, ezeket föl fogom darabolni ilyen kis kockákra, ilyen 120-130 grammos adagokra. Lefagyasztom őket, és akkor csak elő kell venni. Már a múlt héten is csináltam ilyet, csak az már elfogyott. Itt van még egy csirkecomb, és akkor ezt például vékonyra szeletelem, és akkor ezt tudom ebbe a kis kontakt grillbe is csinálni. Azon kívül kujkahúst is vettem, mert az is lehet, az is egy jófajta húsi. Ebből is így a múltkor például látos pörköltnek elkészítettem, és akkor barnarizssel ettük, meg a párolt zöldséggel, és akkor valamelyik nap pedig lesz ilyen tengergyümölcse, ilyen fagyasztott termék, hát ez is nagyon finom lesz. Úgyhogy a múlt héten voltunk Szlovéniába, ott videóztam egy csomót, nem tudom mikor lesz rá idő, de valamikor majd elkészítem. Azon kívül még a Camino is, ugye, hát ha van még, az sincs meg, mert ugye állandóan sétálunk a kutyával, tehát amikor szabad idő van, akkor sétálgatunk, nem nagyon videózok mostanában, mert egyszerűen nincs annyi időm, de próbálkozok, tehát ami késik, az nem múlik. És ja, még itt van egy pár dolog, amit az Aldiba vettünk, van ez a koffeinmentes kávékapszula, azon kívül ilyen kis picike kis légfrissítő, citrom illatú, az nagyon jó. Akkor a kaják becsomagolásához vettem az Aldiba ilyen zacsit, ugye ebbe lesznek a húsok fölvágva. Akkor félre vett magának mindenféle zapkását, ilyen Enjoy Free, mindenféle zapkásák vannak itt. Én a kedvenc zapkásám az nem volt, úgyhogy én magamnak vettem ilyen natur zapfejhet, ilyen nagy szeműt, meg ilyen nagyon picire darabolt zapfejhet. Tehát ma is például az volt a reggeli, hogy zapfej, és akkor föl volt öntve forró vízzel, volt benne egy kis ilyen por, ilyen eperízű ilyen fehérje por, azon kívül meg áfonya, egy csomó áfonya, és nagyon finom volt, itt is van ilyen banános zapkása, és a húsikat például grill fokhagymás fűszerrel is be lehet ugye ízesíteni, és akkor, ja, itt vannak igen a kis kanalak, amikről beszéltem, van egy ilyen nagyon-nagyon picike, meg van egy kicsit nagyobb, ez mind ilyen mokásnak vettem, és hát a kóla az mondjuk az régről is megmaradt, tehát lájtos kóla, és azon kívül meg a kutyáknak ilyen kis kakizacsi, hogy így mondjam, meg van Ellen, az is a Aldiba kaptunk, már örültünk neki, úgyhogy ezeket vásároltuk, ezeket én most kifogom szépen porciózni a húsokat, elpakolok mindent,
És akkor még annyi volt, hogy a kutya is folyókúrázik, ugye, a Bobika, és ő most egy ilyen kaját kap, mert elvittük a mostor az állatorvoshoz a kutyát, mert ugye mentünk Szlovéniába, és csináltattunk neki útlevelet, és azt mondta az állatorvos, hogy úgy látja, hogy a Bobika túlsúlyos, és hogy azonnal le kell fogyasztani. És ajánlott egy, azt hiszem a Royal Canin-nak az ilyen fogyókúrás, hatalmas, nagy, ilyen 12 kilós zacsiban lévő fogyókúrás kajáját, tehát a túlsúlyos kutyáknak kifejlesztett a Royal Canin egy terméket, és 50 ezer forint fölött volt az ára, és akkor mondtam, hogy na jó, hát akkor ezt inkább megkonzultálom a férjemmel, és akkor itt Siófokon is elvittük állatorvoshoz a kutyát, mert az meg az utazás előtt két nappal voltunk, hogy megnézte, hogy egészségesek, és akkor megkérdeztem, hogy mondjon véleményt a kutyáról, hogy tényleg súlyosan kövér, vagy azért annyira nem, és akkor mondta, hogy hát azt nem mondaná, hogy súlyosan kövér, egy kicsit van rajta egy kis túlsúly, de nem olyan sok. Minden esetre ezt kipróbáltuk már előtte. Ez ugyanolyan termék, mint amit egyébként is szokott enni, csak ez ilyen lájtos, és oda van írva, hogy pontosan mennyi kaját kell a kutyának adni, úgyhogy ez most nagyon be van tartva, szegény Bobi nem is érti, hogy mi van, mert próbálja lopkodni a liszikétől a kajáját, de azt is nagyon figyelem, hogy nehogy ellopja, ugye, mert az neki mind plusz kalória. Úgyhogy tehát most mindenki fogyókúrázik, illetve inkább életmódot váltunk, és hát remélhetőleg nem sokára a Bobika is, mert igazából azt úgy állapította meg az állatorvos, hogy így összefogta így a Bobinak a bőrét, és akkor azt mondta, hogy hát igen, ez elég vastag, de amikor tök vizes a kutya, mert kiugrál állandóan a Balatonból, meg egyéb ilyen vizeken, akkor látszik, hogy nem olyan kövér, csak olyan jó nagynak néz ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy most itt mindenki életmódot vált, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél hamarabb lejöjjenek a fölös kilók. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó. Még egy darabig itt leszünk a Balatonon, aztán nem sokára majd hazamegyünk, és akkor elkezdődnek a munkás hétköznapok Budapesten is. Remélem tetszett nektek a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor előre láthatólag hamarosan meg lesz az utazási videó is, mind a kettő. Úgyhogy most nem tudom, hol van az a lézó, mielőtt van, akkor ezt most már el is zárom. Sziasztok! Augusztus 28-a van, hétfő, és most ismét a konyhámból jelentkezem, amint látjátok. És most hazajöttünk, mert van egy csomó elintézni valónk itt Pesten, de aztán még megyünk vissza, többek között azért is, mert még érnek a paradicsomok, és úgy látjuk, hogy most indult be az igazi érés. És ha már egész április óta szenvedünk, hogy végre megnőjenek a paradicsomok, akkor ezt nem fogjuk kihagyni. Ez sem. De mielőtt itt berendezkedtünk volna túlságosan itthon, előtte elmentem a helyi spárba. Ott vásároltam, meg a DM-be is voltam, meg a Fresh Napba. A Fresh Napba vettem a Bobikának egy ilyen fogyókúrás kaját, mert ilyen van a Balatonon is, csak abból nem hoztunk, és most nem akarom neki megszakítani. Ez egy elég ilyen kedvező kaja, ezt szereti, és azt ajánlották, hogy ilyet vegyünk, mert ezzel jó tudja tartani az, hogy ne hízzon meg, illetve, hogyha nagyon megszorítjuk a mennyiséget, akkor ugye akkor fogyni is tud bele a kutya. Akkor voltam a DM-be, ezeket majd mind feliratozom nektek, hogy tudjátok, hogy mennyiért. Vettem krémet, arckrémet, a DM-ben ilyen L'Oreal Age Specialist, 55 nappali, 50 pluszosoknak, és éjszakai szintén 55 pluszosoknak. Nem tudom persze, mit fog csinálni az arcommal, sok jót nem várok, mert
azért eléggé úgy leégett a napon, úgyhogy gondolom, hogy ahhoz, hogy szép legyen, nem kellett volna napra menni, de hát az kibírja ki. Akkor vettem egy ilyen nagyon jó illatú ilyen folyékony szappan, hogy ennek nagyon jó illata van, ennek az After Sun Balea tusfürdőnek. Ezzel szoktam a strandon lezuhanyozni, mert ott van egy ilyen jó kis forró vizes zuhanyozó, meg vettem egy ilyet is, ennek is annyira jó illata volt, megszagoltam, ez is DMS. Aztán vettem az ilyen narancsbőr elleni korcsúsító gélt, ilyen héliadés, kenegettem a bőröm, hát javít valamit rajta, hát nem tudom. Nagyon kellemes illata van, mert ez valami fahéjas, meg borsos, nem is tudom mi van rajta, vagy mivel van, de fahéjjal és fahéjolajjal és paprika kivonattal. Úgyhogy ez az a szuper krém. Vettem még ilyen cukormentes zaktását, ilyen almás fahéjas, ebből vettem pár darabot a DM-be. Jó pislogtam, mert jó drágasságban. Tele volt férfi eladóval, ez is olyan furcsa, hogy egy ilyen drogériában férfiak dolgoznak, általában ők szoktak. Mert itt azon állunk, hogy a férjem most elkezdett úgymond életmódot váltani, és ezért segítek neki, úgyhogy magunknak nem veszek semmilyen ilyen általános kaját, hanem egy bizonyos étrend szerint eszünk, iszunk, jó sok vizet iszunk, és hát próbálkozik ő is. Én is próbálom neki adni a motivációt, segítjük egymást ezen a nem könnyű úton, de úgy látszik, hogy majd lesz eredménye. Na nézzük, hogy mit vettem a fiamnak, aki pont ma jön haza, azt hiszem, hogy Angliából, úgy non-stop, egy másik kamionossal, úgy mondják, hogy négy kézbe, hogy szinte egész végig vezetnek. És hát ő nem fogyókúrázik, úgyhogy neki vettem ilyen rendes kaját, de igazából már nem izgatom magam rajta, ilyet a mostani helyzetünkben mi nem lehetünk, úgyhogy vettem neki két darab sajtos fogácsát, hát ugye ez fehér lisztes, az nem fér bele a dolgokba. Akkor vettem neki, mindjárt mondom, hogy mi, fánkot, áfonyás fánkot, az is kettő darabot. Aztán magunknak ilyen finom bolero mixet, green salátából. Az egyiket már megettem így uzonnára, kis sült csirkemellel, kis rizssel, nagyon kevéssel, meg elég sok, majdnem egy ilyen zacskó salátával, úgyhogy azzal nagyon jól laktam. Aztán vettem magamnak ide egy ilyen koffeinmentes kávét. Kávét azt lehet inni nyugodtan, úgyhogy előbb is ittam egyet. Akkor férjemnek ízlik a zöld teje, úgyhogy neki vettem egy ilyen zöld teje, a narancsos ízben egy ilyet, mert ezt szereti a zöld teje. Hát arról is nagyon sok jó mindent mondanak. Szintén a fiam kapott ilyen fahéjas tekercset. Én csak úgy illatozom, tényleg nagyon jó illata van, de olyat nem eszünk. Akkor vettem spáros tonnó ilyen halacskát konzervből, mert az egyik az ilyen, a másik a saját levébe, tehát az egyik az olívaolajban van, a másik pedig a saját sóslében. Ez is kell ehhez az étrendhez. Akkor ilyen snacknek lehetem mandulát enni, nem túl sokat, ilyen 10 szemet, meg ilyenek, szóval az is ilyen minimális, ilyen mandulát vettem. És azon kívül vettem még ilyen édes burgonyát, mert az egy ilyen adag két személynek. Egy ilyen. Tehát nem több, egy ilyen, föl kell vágni apróra, megfőzni, és akkor ilyen párolt zöldséggel, meg csirkehússal, vagy kurkumával lehet enni. Úgyhogy emiatt vettem még itthon a barna rizst, ilyet.
Aztán vettem a nyaralóba baszmati rizst, és amit vettem, arra azt írták, hogy egy adag rizs és hatszoros víz. Hát az baromira nem szívta föl, úgyhogy elég ilyen nyákos lett, tehát nem lett olyan finom. Úgyhogy férjem finnyáskodott is, mert ez nem ízlett neki. Nekem mindegy, én minden megeszek igazából, csak ne legyek éhez, de neki nem ízlett. Úgyhogy azt szerintem az sok volt az a víz. Akkor vettem egy ilyen kis habverőt, hogy ilyen porokból lehet csinálni mindenféle finomságot, ilyen palacsintát, meg muffint, hogyha valaki nagyon akarja, az is ilyen fehérje, ízesített fehérje porok, tehát azt lehet eszegetni, nem ám igazi muffinokat, meg palacsintát. Akkor pár banánt, ezt mondjuk a fiamnak vettem, de ezt is lehet tenni valamelyik nap van uzsonnára, vagy 10 óraira, mert nem tudom, és akkor férjemnek vettem ilyen zapkássákat, mert ő ezeket eszi, azt mondta, hogy ő nem mindent teszik meg, ami le van írva, próbál minden megenni, de ami nem ízik neki, azt nem eszi meg. Mondom, jó. Úgyhogy ez van. Itt van például egy ilyen rizskása, ilyen epres, vaníliás, meg van itt egy ilyen zapkása, vegán, eredeti gyümölcsízű, erdei gyümölcsízű, bocsi, erdei, nem eredeti, hanem erdei, és akkor bulgur, na az is egy népszerű köret, a bulgur, az is majdnem minden étkezéshez van, és akkor vettem még almát is, mert van egy olyan, hogy almát kell összevágni, vagy őszi baraszkot, és akkor azt görög joghurtba belerakni, de megvan adva a mennyiség, hogy mennyi, tehát nem akármennyi. Tehát most így veszem az almát így darabonként, mert nem kell sok alma. És akkor vettem még paradicsomot, mert ez szép volt, nagyon a spárba, és elég olcsó is volt. Azt hiszem, ami 300 valamennyi volt kilója, tehát nagyon jó ára volt. Mennyi volt? 329 volt kilója paradicsomnak, tehát az egy ilyen szuper ár. És akkor a fiamnak még vettem egy ilyen csokit, hadd örüljön neki. Ennyi. És akkor vannak még itt dolgok, azt megmutatom. Aztán nem sokára nekiállok, megfőzöm a holnapi kaját, hogy ne kelljen aggódni, mert amit most itt tettünk, azt tegnap megcsináltam, itt bedobozoltam, és akkor most hazaértünk, és akkor nem kellett kapkodni, meg félre enni, hanem lehetett enni, ami elő volt írva. Akkor a fiamnak vettem még két kaját, milyeneket én most nem csinálok, ilyen tarhonyás húsit, ez is a Lidl-ből, vagyis a Spárból, meg itt van egy másik, egy ilyen borsós, rizses körettel, ilyen rántott sajt. Nem is nézem, hogy mi valami rántott valami, de hogy ez mi. Ugye elolvasom, azt mondja, két személyes, vegyes panírozott csirkemellfilé. Tehát ez csirkemellfilé. Annyi, akkor uborka, az is magunknak, igazából ez bárki megeheti. Ennek az ára pedig ez 299 forint volt. Vettem egy halat, az is elő van írva, úgyhogy vettem ilyen alaszkai tőkehalfilét, mert azt hoztam haza Balatonról, hogy az kevés, tehát az nem jó, mert kevés. Akkor volt ilyen friss kockázott csirkemellfilé, na ennek nagyon örültem, mert nem kell nekem fölkockázni. Hoppá, egy kicsit ömlik belőle a lép, úgyhogy mindegy, ezt úgyis le fogom fagyasztani. Aztán van itt egy zöldségkeverék, ilyen, ez is ilyen spáros, van benne brokkoli, kardfiol, sárgarépa, hát ez nagyon jó, és akkor ezt meg egy ilyen tarjás bagett, ezt majd a férjem el fogja vinni magával, mert nem sokára megérkezik a fiam, gondolom a teleper, és mondta a férjem, tök aranyos, hogy elmegy érte. Úgyhogy én nem tudok elmenni, mert a kocsimba nem jó a klíma, mondom, én nem fogok beleülni, mert dög meg autóba. Itt a helyi spárig elmentem, mert az közel volt, de hát ez meg a város másik felén van a telep, hely nem fogok addig ott zögykörülni. Akkor vettem még ilyen spáros görög joghurtot az almás finomsághoz, és akkor még vettem egy adag pulyka combot, ezt is föl fogom kockázni.
és le fogom fagyasztani. Lemérem, hogy mennyi, van még itt egy alma, és úgy meg itt akkor van kóla. Kólát is lehet inni, és rengeteg vizet. Tehát itt a víz a nasi, úgyhogy most ez szerint élünk, ez szerint a diétával próbáljuk ezt kialakítani, de igazából ez egy ilyen étrend, tehát ezt hosszú távon lehet csinálni, és úgyhogy most ki fogok mindent adagolni, amit kell, azt összevágok, lefagyasztom, és még kuszkuszt, meg bulgurt is fogok főzni, és azt is bedobozolom. És akkor minden kaja kész lesz, és akkor bármit csinálhatunk, és akkor szabadon lehetne ezeket a dobozokat magunkkal is tudjuk vinni, úgyhogy nem kell elcsábolni mindenféle bűnös kajára, hogy így mondjam. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, és találkozunk a legközelebbi videóba. Sziasztok! Sziasztok! Április. Sziasztok! Augusztus 30-a van, szerda, és ma egész nap főzőskéztem, mert készítettem elő a holnapi kajákat is, mert most így előre dobozolok. Csak szegény férjem olyan korán elment itthonról, hogy nem tudtam neki adni semmit, hát remélem, hogy nem fog éhen halni, majd valahogy megoldja a kajálását. Minden esetre a mai napon főztem ilyen finom csirke mellett, ezt így jól megpuhítottam, ez a holnapi ebéd lesz, aztán pároltam zöldségeket, és a köret az pedig ilyen bulgur lesz, ezeket majd mind be fogom dobozolni, azon kívül ilyen snacknek csináltam muffint, ilyen kis helyes muffint, az egy ilyen, nem is tudom milyen íz, ez ilyen gyümölcsös, vagy epres joghurt, ilyen fehérjeportból van, és múltkor vettem direkt egy ilyen gofri sütőt, és volt itt nekem ilyen biotekusás palacsintaporom is, meg mindenféle, úgyhogy azokból csináltam. Aztán nem sokára el fog fogyni a kollagénem, én ilyet szoktam mostanában reggel, mindig egy pohár vízbe belekeverek, ez a kollagén plusz hialuron sav komplex, ez egy ilyen jutavites dolog, légkanállal kemlik belerakni a reggeli pohár vízbe. Azon kívül vettem pár ajándékot, mert hétvégén lesz egy kis ünneplés, vettem egy ilyen finom szexádi bikavért, ez ilyen szépen be volt csomagolva, még most is van rajta, meg egy ilyen merci szeletet, ezt a pirosat, ez egy ilyen kis kedves kis happy birthday-es kis ajándék táskával. Aztán akkor miket vettem még itt, ez most a helyi spár, ez nem a stopshopba, vettem egy nőklapját a Kovács Patriciával a tetején, aztán vettem tojást, mert ezekhez a kis gofrikhoz kell tojás is, ott eses tojás. Aztán vettem friss salátát, mert ma például az lett a vacsora, hogy ilyen tonhal, friss saláta, meg paradicsom, meg aztán két a bonett, talán ez lesz a vacsora. Aztán ma fogok egy ilyen protein szeletet megenni, ezt majd desszertnek, és vettem még egy fagyit is, csak az nem tudom, hogy hol van, de azt még nem ettem meg. Ja igen, mert az ilyen bűnözésekről nagyon nehezen tudok leszokni. Most egy ilyen éjkrémet vettem, hogy mindjárt ki meg a teraszra, ott el fogom nyalni ezt a éjkrémet. Aztán vettem egy ilyen koffeinmentes kapszulát, kávékapszulát, mert ami van, az már nagyon fogyóban van. Aztán vettem banán, mert egyik nap a 10 órai az banán lesz, meg ilyen italpor. Aztán vettem brokkolit, egy egész, azt hittem, hogy egy kiló, de most látom, hogy ez csak 250 g.
ezt is ezt le fogom fogyasztani. Aztán vettem koktélparadicsomot, és még a múlt héten vettem egy csomó húst, meg voltam a héten a fehérvári piacon, ott vettem pulyka mellett, meg pulykacombot, úgyhogy azokat föl is kockáztam, kimértem grammra, ilyen 120 gram per adag, és lefagyasztottam, úgyhogy azt csak majd ugye elő kell kapni. Két kóla, ebből bármennyit lehet iszogatni, de azért annyit nem kell. Nekem van itt egy ilyen provanszi fűszerkeverék, ez jó lesz majd így a zöldségekhez, akkor hal fűszerkeverék, mert holnap például lesz fehér húsú hal, és akkor itt is van egy ilyen mexikói guacamole spice milk, mert ebbe is van avokádó, avokádót is fogok enni, az is van itt, de ilyen speckó módon még sosem fűszereztem, hát most majd azt is fogom, és akkor vettem még ilyen kókusz olajat, amivel ki tudom fújni a serpenyőt, szükséges. Aztán vettem leves zöldséget, mert van itthon finom pulyka szárny, meg pulykanyag, abból fogok majd húslevest csinálni. És a második az pedig valószínű, hogy sült csirke lesz. A desszert azt még nem tudom, hogy mi. És vettem még pár dobozt, amiben jól tudok majd dobozolni. Egy, kettő, négy, három darab doboz van benne. Na, aztán megint volt egy kis problémám a kutyakajákkal, mert a Lüszikének volt itthon egy ilyen régebbi kutyakaja, és, de az már olyan régi volt, hogy mondom, én azt kidobom, mert lehet, hogy lejárt a szavatossága. És a múltkor vettem egy ilyet, szerintem ezt az Osamba vettem, ezt a Julius K9, hipoallergén, bárány és rizs, adult menü. És rajta volt egy ilyen helyes kis fehér kiskutya, hát mondom, akkor egy biztos ilyen Lucy féléknek való. És képzeljétek el, mikor levágtam a tetejét, akkor ilyen hatalmas nagy szemű kutyakaja van benne. A szegény Lucyke még nézte is, és mondom, mit rágódik már szegény kutya? Hát ez egy hatalmas nagy, ez még a Bobinak is olyan nagy kutya elede. Úgyhogy mindegy, most majd valahogy majd megosztoznak, mert nem fogom azért kidobni, de hát ez nagyon hülyén van rajta, ilyen félrevezető volt. A következő probléma meg az volt, hogy nem tudtam kijönni a parkolóból, mert ugye eddig másfél órát lehetett parkolni, most meg csak egy órát. És hát vittem a jegyet, én oda mentem az automatához, és ugye fizetni akartam, minden megkezdett óra 250 forint. És akkor be akartam dobni, tehát először bedugtam a kártyát, a számlát, hogy olvassa le, és akkor írja ki, hogy megy. De nem csinál semmit, mondom, oké, akkor biztos, akkor csak úgy be kell dobni 250 forintot, csak aztán az volt a baj, hogy én bedobtam, a gép elnyelte, de nem adott ki semmiféle visszajelzést, hogy ez most oké vagy nem oké. Aztán megpróbáltam papír 500-ast beledugni, de azzal se történt semmi. Elnyelte, aztán igazából aztán visszaköpte az 500 forintot, úgy egybe, de akkor se kaptam visszajelzést, és akkor felhívtam ott a számot. Aztán egy őr ott kiordibált, hogy menjek oda, aztán majd ő fölnyitja nekem a sorompót, tehát micsoda egy idiótaság, na mindegy. Úgyhogy ez volt a nagy kaland. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, majd legközelebb ismét találkozunk. Sziasztok! Közben itt van a Lüszike, megmutatom nektek, mert már lehet, hogy már régen láttátok. Sziasztok! Na, közben a Bobika is megszólalt, itt féltékenykedik ám erősen. Jó van, maradjál itt! És ti is azt gondoltátok volna, hogy ez jó lesz a Lüszinek, ugye? Hát nem, ez túl nagy. De Bobika örülhet, mert lesz neki bőven ilyen kaja. Úgyhogy a Lüszike miatt majd el kell menjek valahova, vagy rendelek. Csak az a baj, hogy még valószínűleg visszamegyünk a telekre, és hát nem tudom mikor, így nem tudok rendelni, mert nem tudom mikor érünk oda. Na mindegy, szóval ilyen a kis Lüszike, kis huncutka, elég sokat ugat. Nem tudom, hogy másnak is van ilyen kis máltai, vagy bison, ilyen kis fehér
kiskutyája, de a Liszka az nagyon kisugatós, főleg reggel. Így benne a házban nem annyira, de ha kim van a kertbe, akkor azonnal rázendít. Van, hogy korán reggel, mondjuk a férjem fölébredt hajnali 5-kor, kinyitja az ajtót, és akkor is van, hogy rázendít. Úgyhogy nem biztos, hogy ennek a szomszédok azért annyira örülnek, de végül is mindenhol van kutya, és azok is ugatnak, úgyhogy ez egy ilyen kutyás hely. Na, sziasztok! Na, integessél, Lucy! Hello! 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 Hello!